A következő helyzet állt fel. Én most hazamegyek Kolozsvárra, és találkozni fogunk. Te erről a videózásról nem tudsz. Tudsz. A rugam szabad depozitált, majd kivallom. Kolozsvár reptér. Jó reggelt, madár! A következő dolgok fognak hiányozni, ha esetleg elköltöző Kolozsvárról. Az első helyen a szánál van. A borsodi? Nem. A csiki sör az igen. A borszek ásványvíz, baton de csokoláta, a matyi nappal, a krajcát, az inszomnia. A matyi délután 4-kor, szánaivás a Fenerse úton, a szomszédnéni, a kolbász és a szalonna. Ilyen kolbászt a spanyolok nem tudnak csinálni. Ott a kolbász a szar. Szalonna? Szalonna nem létezik Spanyolországban. Nincs. Úgyhogy bár hihetetlen, de elképzelhető, hogy a szalonna is fog hiányozni. A Matyi 4:45-kor, Matyi 3:49, a Csap 10, az Ursus, a Hálba Ursus. Basszus! Bemutatom az apartmant. Ez a hálószoba. Voltál itt már százszor. Átmegyünk a konyhába. Hatalmas konyha, jégszekrény, de olyan hideg van kint, hogy jelen pillanatban ott tartom a kaját. Többek között a szendvicset, amit tőled kaptam, nagyon finom volt, nagyon köszönöm Aninak és neked a figyelmességet. Most megyünk a kis szobába, ez volt az én legendás szobám, sok minden történt itt. Többek között itt készült az a híres kép, amikor ott ültem, Prodigy polóba te meg itt mellettem, közöttünk egy gitár. Ez, ha jól emlékszem, 20 évvel ezelőtt készült ez a kép. A budi, ez egy ilyen jó kommunista budi. Olyan régen, ahol felült, amióta megvan ez a blokk, és lassan retro lesz. Lassan az lesz a jó, ha ilyen marad. Hát, ilyet életemben nem láttam. Jaj, Istenem. De ez volt a apartman. Az érdekes dolog, hogy két nappal ezelőtt még a földközi tengerben fürödtem. Most itt meg a téli kabáton gondolkodom. És ami még gyönyörű itt az apartmanból, a kilátás. Klassz. Ez mindig jó volt nézni ezt a dombot. A Matyin rád várni. Osas buram da supra unde lor cresta Valul de oxigen me va lovi din spate Extatica presiune ne va da coordonate Să navigăm ușor pe mările vibrante Pe cer vom conecta electricele câmpuri Mâinile întinse vor disloca văzduhul Organic ca iluzie va continua să prindă Mulțimea explozivă încet fără Madár, 10 óra van, 5 fok, és ez volt a mai napi napkelte. Lekéstem. A Matyi 1:5 perccel, a Vörzeria, a Szamos, Kolozsvár városképe, a Hála, a Matyi a Hálán, a Republika mozi előtti szökőkút, a Music Pub, beszadás, stankok, most nem tudja, hogy oda fogok menni. Szervusz, Adi, várjál egy kicsit. Én lemegyek a városba. Ne, várjál egy kicsit. Igen. Később mit csinálsz? Ígértem neked, hogy felviszek egy fotós valamit. Hívlak akkor telefonon. Jó, csak... Bemutatom a mai menet. Szukodéfán szali kicsú lámátomát. Amennyiszor módon van rá, mindig itt zabálok. Dolgok legszebb része a fizetés. Aklej az nem lesz elég, de nem baj, mert mélyen a zsebben nyúl. Na lássuk, mennyivel basznak át. Itt egy szükkazmetőn a poénnak, ott is kell, ott is velünk. Szerumonán. Szóval ez egy jó hely, sose bánom meg, mert olyan emlékekkel utazok el Kolozsváról, amelyek fotóhatatlanok. Ez az Optespi Opcsincs kb. 5 euró. 5 euróért Barcelonában segberugást kapsz. Na itt vagyunk a fő utcán. Most elteszem a kamerát, mert az emberek hülyének hisznek. Jó napot! Szia. Adám! Egész nyugodtan! Gyula, Miklós, Gyula! Lukács Adám! No.
Merre megyünk? Hova? Nem emlékszem már rá. Nem. Az rég volt. Hát igen. De. Te láttál engem? Há, hogy ne? Ezt azért ne fotóz le, bazd meg! De, ez a legjobb! Az a helyzet, hogy én sörözök, és Tanka dolgozik. Tanko, szerinted ez micsoda? Az Budi. Honnan ismered? Gyula? Igen. Örülnek, hogy megismertelek. Gyerek korom óta nagyon szívem. Együtt jöttünk fel a Flasteren. A Flasteren? A mamájában. De mit jelent az, hogy Flaster? A Flaster az, a Flaster ott volt a Krokotól egész a mamájáig. A mamája kávézóig. Az volt a Flaster. Napoka utca, a Jókai utca. Mindig sétáltunk a mamájától fel a Krokóig, és a Krokotól vissza. És mindig meg kellett állni a közepén a kontiba. És Gyula is ott volt? Hát persze. Ha nagyot csinálom, akkor elbasztok. Figyelj, abban az időben, ha volt bazd meg egy Roy Rogers, az én farmerod, király voltál. Ha az ember sört iszik, pisil is. De anyám jó csaj volt a Flasteren. Anyám nagyon jó csaj. Gyere, beegyezünk meg. Nem mondjam, hogyha volt egy Adidasod. Vitted a pálmát, bazd meg. Minden nő bonus után ott van. Sörtartó. Valók sültarját eszik. Hányba született Gyula? Azt tudom, hogy július 13-án van a szülinapja. Na, eljött a kicsekkolás pillanat a Kolozsváról. Tegnap jól berúgtunk, rendesen fáj a fejem. Próbálom helyrehozni szánával, kávéval. Tegnap már nem filmeztem, mert beesteledett, így nem látszott volna semmi. És hát nem tudok én is minden szituációt, helyzetet fest lefilmezni. Tekintettel kell legyek arra is, hogy sokan idegenkednek a kamerától, és még megmagyarázom, hogy most ez mire is megy ki, meg még megértik, meg még belemennek, addig már elmegy az egésznek a varázsa, és mindenki megjátsza magát. Ez is egy elég nehéz dolog. Tegnap inkább nem szóltam senkinek, és egyszerűen szürkületben eltettem a kamerát, amikor kezdődött a piálás, meg a kajálás. És hát gondolom nem kapcsoltál, hogy miért van egész nap nálam a kamera. Próbáltam halandzsázni, hogy ezért, azért. Szóval készül a film. A film, amely bemutatja az elmúlt fél évemet, bármi történjen benne, azért, hogy lásd, hogy élek. Mert sose beszélek veled, mármint az elmúlt 10 évben el volt ez hanyagolva, semmit nem tudsz rólam, és az újévi videós köszöntőd megérintett lelkileg, és ezért arra gondoltam, hogy nem egy 2-3 perces videócskával válaszolok, amin egy széken ülök, hanem úgy, hogy megcsinálom ezt a filmet az elmúlt fél évemről. Az érdekes az, hogy ebből a fél évből egy hónap telt csak el. Hát nem tudom, hogy a következő 5 hónap pot hogy sűrítem ide be, de valamit kitalálok. Szóval még életemben nem csináltam ilyesmit, nem beszéltem kamerába, amint említettem, meg kellett tanuljak, mármint folyamatban van az, hogy tanuljak megbeszélni, ugye, mert amikor ránézek a kamerára, akkor elfelejtem a mondat szerkezetét. Kamera nélkül sem beszélek valami helyesen, de ezt nem vettem észre, vagyis nem vagyok tudatában ennek. De így, hogy visszanéztem az első felvételeket, azt hittem, hogy végem. Na, hát lassan-lassan lesz valami ebből. Ezt akartam így mondani még kicsekkolás előtt, mielőtt elhagyom Kolozsvárt. És megmutatom még egyszer a gyönyörű látványt, míg végignéztem ezen beszélgetésem alatt. Ezt már rég ki akartam próbálni.
És akkor most elkövetkezett a búcsú a háztól. A szomszédnénitől. A blokktól. Búcsú a Matyitól. Búcsú a Börzeriától. Búcsú a kocsimtól. Búcsú apámtól. Szia! Eszméletlen jó ez a sóska leves. Ezer éve nem ettem. Apám nem hagy enni, akar valamit üzenni neked. Mondom, hogy leszek a kezem, mikor fogod a kamerát, nem úgy kell. Együttem. Tanácsok. Puszilak és várunk valamit. Majd megkérlek, csinálj te is ilyen sóskaleveseket. Nem tudom, hogy maradt ki eddig sóskaleves repeta. De finom. Kutya, mit akarsz? Üres a lábosod? Az én lábosom teli van. A második is nagyon finom, nem tudom, hogy mondják ilyen. Kőt, hagymás, krumpli. Ha jó az illata, beszarok. Ilyet is csak itthon szoktam enni. Most lehet, hogy Nádi megsértődik, de ő is szokott csinálni ilyeneket, szóval nem igaz, hogy csak itthon szoktam enni. Tör, hagymás, krumpli, ilyen rántott húsikkal, ecetes uborka, ne tudj meg. Kert végén már mit szokás csinálni? Ismerjük, nem? Apa kocsit hajt, két kézzel, egy kézzel, kéz nélkül apa kocsit hajt. Apa ideges, hű de ideges apa bizony. Apa kocsit hajt, figyelmesen, tapasztaltan, türelmesen. Aj, apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó. Ez borzasztó. Búcsú Kolozsvártól. Stankó. Stankót nézni, hallgatni olyan, mint hogyha egy jó filmet néznél. De Adi, figyeled, ahogy ide jöttem, apád egyből oda te dolgozni. Az jó. Gyermekkoromban példaképen volt. Nézd meg, milyen, mi van nekem ott benne. Mindig alig vártam, hogy találkozzak vele. Ja, ott van ez. Ez ennek van. És ez nem változott most sem. Ez olyan reggelted, hogy az én Windows XP-m, hogy nem tudom letölteni az én... Hát mert te nem értesz hozzá, az a baj. Az XP-re nem megy le az... Mi? Windows, az... De mondtam neked, hogy az Internet Explorer-re, nem azért a Google-re. Hiába a Windows-on nem bírja, bazd meg. Dehogy nem értesz hozzá, mondtam neked. Bármikor szívesen ülök a társaságában és hallgatom. Én Mikonos vagyok, na. Én, hogy mondjam? Amikor tudom, és van rá lehetőségem, akkor megpróbálom felvenni. Csinálok egy selfit magamról. Neki nincs olyan nagy, mint nekem. Nekem csak a sörtel van, mert én más még, nem fogyasztom. Nekem még van fit testem, ugye? Mert én csak 39 éves vagyok. Ráadásul ő volt a Béma keresztapám. In reality. In which we are living here. Ez is elég körülményesen történt. It's not a joke. 1989-ben, amikor 14 éves voltam, még a forradalom előtt, őt választották szüleim, hogy legyen a Bérma keresztapám. Hát ő nem lehetett volna a Bérma keresztapám, mert nem volt lebérmálkozva, és akkor kitalálták, hogy gyorsan lebérmálkozik előttem 3 perccel, és akkor már jogosult arra, hogy ő is bérmáltasson, mert már bérmált. Ez egy tök normális dolog volt Stankó körül. Figyelj, én egyedül egy ember nem voltam még életemben. Akasztós ember.